Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra ebben a videóba. A mai napon meg fogjuk nézni a Smart Band Pro-val kapcsolatban a tipp és trükk videót. Fogadjuk, hogy már azt hittétek, hogy nem lesz, de lesz. Csak nem volt időm videózni. Ettől függetlenül 5 darab dolgot írtam fel, remélem, hogy tetszik, dobjatok már most egy lájkot. Egyébként érdekes, hogy a Tesla óta le se vettem, szóval nem cseréltem vissza az Apple Watch-omra ezt, hanem konkrétan ezt hordom, nem úgy készültem, hogy ezt így fogom sokáig hordani, de végül is rajtam maradt, és azt kell mondjam, hogy továbbra is azt gondolom, hogy nagyon szuper. De ettől függetlenül most 5 olyan dolgot fogok elmondani nektek, amit nem mondtam el a tesztbe. A tesztet nézzétek meg mindenképpen mielőtt ezt a videót. Csak ha nem marad más hátra, mindig nézzük meg az 5 tipp és trükköt. Nos, akkor semmi csicsa, csak a Smart Band Pro, mint látjátok, itt is van. És az első, amit felírtam, ugye a saját számla beállítása, ezt talán már meg is jegyeztem egyébként a tesztben is, de azt nem mutattam be, hogy pontosan miről van szó. Egyébként én itt már egyet beállítottam, ez. Ha rámegyek, akkor látjátok, hogy egy nagyon cuki nyuszi van rajta. És igazából ezt nézzük meg, hogy kell a saját számlót beállítani pontosan, meg ezt nagyon sokan szoktatok kérdezni egyébként a más okosórás videókban is, hogy kell. Megnyitjuk ugye a Mi Fit alkalmazást, hogy Mi Fitness, bocsánat, itt rámegyünk, device, online, és akkor itt van az online-on belül, hogy fotóz, látjátok, itt a második igazából, tényleg sokan szoktatok kérdezni, azért is térek ki rá. Na, és akkor rámegyek mondjuk erre, és kiválasztok egy képet, ugye itt a plusz gombra rámegyek, és akkor itt, hát nem tudom, most kivesztem megint magamat, hogy ne sértsek senkinek a személyiségi jogait, ugye. Rámegyek, hogy oké, okay, és hát tudnék még ugye 8-at lehet összesen, tehát még 7-et hozzá tudnék adni, de most ugye akkor menne egy slideshow-ba. Hát mindegy, kiválasztok akkor még egyet, valami érdektelen képet, mondjuk legyen ez. Ez egy jó kis grafika, de 8-at ki lehet, és akkor rámegyek, hogy apply, itt ugye feltölti, elkezdte feltölteni, szupi. Na, hát igen, kell egy kis idő neki, hogy feltöltse, de itt van, látjátok? Hoppá! Itt van az egyik, és akkor ugye változni fogja, igen, hogyha rámész, akkor változik, látjátok? És itt egy 8-at tudsz feltölteni, ez hogyha kutyádat már unod, kattintasz, és akkor tovább mész. Szuper szerintem, úgyhogy ez a saját számla beállítása, rengeteg a lehetőség, én most csak ugye ezt mutattam be, viszont ettől függetlenül nézzétek, mennyire jól néz ki egy saját számlap ezen az órán, mert ugye nagyon picik a kávák oldalt, és tök jól néz ki. Szóval ez lett volna az első, a saját számla beállítása, pontosan ilyen, és nagyon jó szerintem. Második, a telefon megkeresése, ugye van egy olyan, hogy Find Phone. Ez az ikonja, ez a kis rauzsaszín, és megrezgeti, illetve megcsörgeti a telefont. Most nem tudom, mennyire hallatszik, de rezeg. Most lehet, hogy azért rezeg, mert némán van, de meghallod egyébként a rezgést is, illetve hogyha nem lenne némán, de mindjárt akkor leveszem a néma módot róla. Aha, levettem a néma módot, és akkor kiad egy hangot. Szóval a telefon megkeresése, becsúszik a kanapéba, stb. Akkor nagyon hasznos tud lenni. Ez volt a második tipp és trükk. Ez itt a menüben van. Itt ez a rózsaszín ikonja van, mint látjátok. Úgyhogy igen, ez eléggé hasznos. Ez volt a második. A következő az a zene vezérlése óráról. Erre talán nem tértem ki, de lehet. Itt is belépünk a menübe, itt van ez a rózsaszín, rámegyünk, és tudjuk vezérelni a zenét a telefonunkon. Halljátok, hogy ugye szól a zene, tudom léptetni is, pauzálni is, sőt, még a hangerőt is. Hangerőt is tudom állítani. Ez is tök hasznos, ha nem akarod elővenni a telefonodat, zsebedbe van, akkor gyakorlatilag ennyi. Hát más nem tud zenét választani, nem tudsz innen. Ettől függetlenül szerintem nagyon szuper, hogy benne van ez az opció. A zene vezérlés. Úgyhogy ez lett volna a harmadik trükk, vagy tipp. Szuperül működik. Következő szintén itt van az alkalmazáson belül, úgynevezett App Layout, hát menüben. Itt ki lehet választani ugye azt, hogy milyen legyen az órának ugye a menüje. Legyen ez a úgynevezett grid, amikor ilyen négyzetes a menü, vagy legyen lista nézet. Most átrakom listára, mert az ebből láttatok már a gridet. Szóval ez a lista nézet, amikor így, hát ki van írva alá szépen, hogy mi micsoda, meg itt sokat kell görgetni. A grid pedig
ez, amikor ugye, hát így egymás mellett van két ikon, szerintem ez gyorsabb, mert megszokod egy idő után, hogy melyik micsoda, és akkor így könnyebb navigálni. Kisebb ugye a kevesebbet kell görgetni hozzá, úgyhogy én megmondom őszintén ezt használtam, de ki tudod választani neked, melyik a kényelmesebb, úgyhogy ez is szuper szerintem. Ez volt az app layout, hogy menü kinézete, ez volt a negyedik tipp és trükk. Utolsó a Do Not Disturb, ugye ebben nincsen sajnos Smart Do Not Disturb, ami azt jelenti, hogy ha elalszol, akkor érzékeli, és akkor nem zavar az óra. Sajnos ebben nincsen ilyen lehetőség. Ettől függetlenül itt a menübe, ha rámegyünk, hogy DND, egyrészt be lehet kapcsolni, másrészt be lehet állítani időzítést, hogy mondjuk 11 óra után már ne zavarjon az óra, és akkor ugye nem fog világítani a kijelző, nem fog rezegni. Ezt is nagyon szuper beállítani, egy olyan okból, hogyha mondjuk hát 11 után már nem nagyon akarod, hogy, vagy már alszol általában akkor ugye én legalábbis itt látjátok, beállítom, hogy 23-tól 7-ig hát ne zavarjon. De be lehet kapcsolni egyébként állandóra is, és akkor nem rezeg egyáltalán. Úgyhogy ez lenne a Do Not Disturb mód, időzítve. És végül ez lett volna az ötödik tipp és trükk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy nagyon tetszett. Dobjatok egy lájkot rá, ugye? És még egyszer mondom, hogy nagyon szuper ez az óra, de nézzétek meg a tesztet, ott beszámolok róla. Ennyi pénz bőven megér szerintem. De láttatok a tipp és trükkből, hogy igazán azon kívül, amit elmondtam a tesztben, igazán olyan extra dolog nincsen benne. De tényleg nagyon szuper, úgyhogy köszönöm, megnéztétek, iratkozzatok fel, stb. És találkozunk a következő videóban. Sziasztok, srácok!